Üdvözöllek, én Ricsi vagyok, ez pedig a mai Kripto Hírek a Check It out kezdjük A, a hír, mivel ez elég hamar le fog csengeni, úgy tűnik. Az agrand, amibe én igazából csak a yield kapcsán csatlakoztam be, úgy tűnik, hogy most a teljes demokratikus útra lép, és hogyha még most be tudsz szállni, akkor van esélyed alakítani egy kicsit a blokkláncnak a sorsát. Igazából nem sok mindent kell hozzátenni, kell, hogy legyen egy uh, Algorand tárcád, benne egy kis algó, összekötni az oldallal itt a governance foundation oldalon, és néhány Algorandot betenni, illetve hozzáadni ehhez a stakehez gyakorlatilag. Jelenleg 63 ezeren vannak, illetve majd egyenlő a számuk, hogyha én is besatlakozom. Őszintén azt hittem, hogy ez 19 nap még, de most láttam, hogy igazából holnap ér véget. Úgyhogy, ha szeretnél egy kicsit vélemény nyilvánítani, és hallatni a hangodat ezen a láncon, akkor érdemes még gyorsan lépni. Egyébként az Algorand egy nagyon szimpatikus lánc, abból a szempontból, hogy nagyon olcsón és nagyon gyorsan használható, ami ugye nem mindenről mondható el manapság. És első fecskeként, igazából én így ismertem meg, az első DeFi, illetve DeFi-szerű platform az Algorandon, a Yieldly, amiből még sikerült szereznem az egyik TrustWeb Launchpad alkalmával, és egy kicsit talán a PancakeSwap-hez tudnám hasonlítani, mert ahhoz hasonlóan, hogyha stékeled a tokenjeidet, akkor vagy simán normális stake keretében kapsz yearly tokent, vagy vagy ó, oh, lett most még egy új, ja igen. Tehát uh, hasonlóan, hasonlóan a Pennkake Swepnek a púljaihoz. hogyha Sztakel Sziadlit, kaphatsz más típusú tokeneket is egyébként ezek is elég érdekes projektek. Az egyik egy, azt hiszem az, az Opul az egy zeneipar számára fejlesztett token és platform ami, ami nagyon kíváncsi vagyok, és én is stékelek a Yieldlit, hogy kapjak ilyen, ilyen tokeneket. Úgyhogy mi meglátjuk. Egyébként van még rajta ilyen NFT játék, remek, ez megvan. És hogyha már itt tartunk, ezt későbbre tartogattam, de az, az NFT projekt, amiről már beszéltem néhány napja, ez a Metablobs, erről az AlgoBlobs-ról jutott eszembe holnap startolál, és ugye, hogyha nézted az előző adást, akkor tudod, hogy ez egy ingyenes NFT projekt, 100 ezer darab lesz belőle, és mindössze a gas fee kell fizetned, ami hát nyilván az is lehet, hogy egy komolyabb összeg lesz, de minden esetre az NFT-ért magáért nem kell fizetned, 100 ezer darab, ahogy említettem, és rengeteg variáció lesz, plusz aki ezek közül a, az nft közül tart valamit a tárcájában. Az azt hiszem, hogy mind tehát egyel többet, vagy valamennyivel többet. Tehát most már végre kitették ezeket a dolgokat. Tehát ezek közül valamit. Lépjünk vissza. Egy olyan érdekes hírhez, amit nekem nagyon tetszik. Itt van ez a 12 éves rács és nyilván mivel mással, mint egy, mint egy NFT projekttel bezsákolt 400 ezer dollárt, az az nagyjából 125 millió forintot, 12 éves. Még egyszer, uh, egyébként ez a Weird Wales uh, NFT a projektje, illetve volt egy másik, egy valami játékkal kapcsolatos, és fölkapták Twitterem. Úgyhogy keresett némi pénzt, és ez nyilván még csak az elsődleges piac, tehát a másodlagos eladásokból még bőven juthat neki vissza. Hát igen, aki, aki korán kezdi a programozást, és nem a Netflixen tölti az idejét, az belefuthat ilyenekbe. Egy új Trust Web Launchpad, hogy, hogy nem egy NFT-vel kapcsolatos hír. Az NFT Champions uh, október 21-én kezdi meg az id ját a trustweb és hát gyakorlatilag ennyi. Uh, egy érdekes platform, nyilván nem baj, hogyha ott van az ember ilyen kezdő projekteknél. Gyakorlatilag egy online játék lesz, ahol NFT-ket vagy készpénzdiakat uh, díjakat nyerhetsz, és elég, elég jól néz ki egyébként, tehát azokból a képekből, amit itt láttunk, érdemes átnézegetni a roadmap-et, hogy hogy állunk. Most októberben nyílik a weboldaluk, aztán szépen, szépen, lépegetnek továbbá, és itt van a növekedési tervük. Nézd át, tartsd az időpontot, ez már a második időpont, amit észben kell tartanod, az első az a holnapi nap, az, az 14-e, Két okból is egyrészt vagy Algorand, vagy Metablops, vagy és, de aztán a 21-e pedig uh, IDO, hogyha érdekel, olvas utána. Ki tudja, volt már egy uh, elég rosszul elsült NFT platform próbálkozás, bár ez csak egy piactér volt a a Open, egy kínai NFT piactér, és annyit kell róla tudni, hogy nekem még sikerült pluszban kiszállni belőle. Um, de már a nevére sem emlékszem, úgyhogy erről ennyit. Aztán a, egy másik régebbi a Trust Web Project, illetve Trust Web Launchpad, a glitch, amiről időről időre meg szoktam emlékezni, és most nagyon jó híreket közöltek, úgyhogy a hírhatására hatására egyből vagy az utóbbi két napban esett is, vagy 20%-ot, nem tudom, lehet, hogy az emberek többet vártak, vagy valami. A lényeg, hogy ez egy DEX lesz, azaz Decentralized Exchange, illetve GEX, ahogy ők hívják, hiszen egy saját láncot építettek így az Ethereumra kiegészítésképpen. És ezen a GEX-en belül a, hasonlóan például a Synthetixhez, Gyakorlatilag ilyen szintetikus megfelelőit az adott tokeneknek tudott kereskedni, viszont nagyon gyorsan és gyakorlatilag nem költségmentesen, de majdnem költségmentesen. És most adtak ki egy harmadik negyedéves update-et, amiben szépen végigmentek rajta, hogy mik történtek és miket, miket végeztek el, ami minket igazából érdekel az, hogy hamarosan megnyílik maga ez a, ez a kereskedelmi platform. Dolgoznak a revenue sharing modellen, tehát hogy stékelés és vagy más hasonló szolgáltatások után hogyan kaphatsz extrát. Lesz banti program, tök jó. Készítenek egy bridge igazából ez már a harmadik verziója, ami most ki fog majd jönni, de ami érdekes még igazából az az, hogy készítenek egy tárcát is, ami nyilvánvalóan ezzel is, tehát a glitch illetve, illetve az Ethereum lánccal kompatibilis lesz, és nagyon kíváncsian várom, hogy milyen lesz ez az egész. Van egy jó kis Glitch Explorer, ahol majd a tranzakciókat lehet nyomon követni, és, és az egész nagyon kezd összeállni egy szép egészé. Úgyhogy tényleg itt vannak a fontosabb dolgok. Itt van ez a tárca, Explorer, a Bridge, de, de ezt a projektet már követtem tényleg elég régóta ahhoz, hogy, hogy legyen, legyen bennük egy kis bizalmam. És őszintén nem is emlékszem, hogy mikor volt az IDO, de gyakorlatilag tartom. Tehát nem volt staking, nem volt semmi, és bár nem adtam el egyetlen token sem. Ez az én véleményem, és azzal szavaztam rájuk, hogy megtartottam a tokenjeiket. Um, volt egy uh, ilyen beta stakingük egyébként, amiben ilyen válogatott arcok kerültek be, nyilván én nem, mert nem tudtam róla, de valószínűleg akkor se kerültem volna be, és az már működik, nyilván hogy megnyitják a nagy közönségnek, úgyhogy én nagyon jó dolgokat látok ebben, és remélem, hogy remélem, hogy nekem lesz igazam. Avegocsi másik kedvenc. Halloweenkor megnyílik az új aukció, ami ezúttal nem Avecocsikat, nem viselhető dolgokat, nem akármiket, hanem föld darabokat, illetve parcellákat lehet vásárolni ami nagyon érdekes, elég hosszú egyébként a cikk, de a lényeg az, hogy megnyílik az aukció, és a, goci Gocsi citadellában lehet majd ilyen területeket vásárolni, itt ezen a részen, és ez egy 72 órás aukció lesz, 28-et a 31-ig tart, azt tudni kell, hogy ezek általában ezek a holland típusú aukciók, tehát csökkenő ár mellett tudsz vásárolni, és amikor valaki kifizeti, illetve akkor ér véget az aució azon az alacsonyabb áron, tehát nem, nem lentről indul és fölfelé megy. És van egy ilyen utolsó pár perc, amikor meghosszabbítják az auciót, hogyha valaki még licitál rá. Tehát érdemes figyelni, akit, akit uh, érdekel az ilyesmi, hiszen hogyha megszerzel egyet ezekből a 16 parcellából, akkor aminek nincsen egyébként minimum és maximum ára, tehát ki tudja, mi lesz. Oda aztán elhelyezheted a kis ávegocsidat, és ezeken a területeken lehet gyakorlatilag bányászni. Újfajta alkemika nevű tokent, ami egyébként négy összetevőből áll, ahogy itt lejjebb mutatják is. FOMO, KEK, ALFA és fod tokenek, mindegyik RC20-as token, és ezeket lehet majd bányászni rajta, plusz lehet harcolni, lehet különböző küldetéseket végrehajtani. Tehát aki szerintem annak idején bekapcsolódott, az most már elkezdheti egy kicsit jobban dörzsölni a tenyerét. Kíváncsi, hogy nagyon-nagyon számítok rá, hogy tudok venni valami, valami földterületet, még hogyha csak egy ilyen kis Humboldt is, egy 8x8-ast, de majd meglátjuk, hogy milyen árak lesznek. Nyilván ilyeneket nem közölnek előre. És hogyha már itt vagyunk, akkor nézzünk egy kicsit körül, hogy hogy állnak most az ávegocsi árak. Már 360 ghostért meg lehet venni egy, egy elég bénakis szellemet, vagy hát elég alacsony szintűt nyilván. De azt tudjuk, hogy nem csak, nem csak így lehet vásárolni, hanem lehet venni zárt portálokat is, illetve nyitottakat, mint ahogy most a képen látod az már 320 ghost ért, és az zártak közül, amiben ugye nem tudjuk, hogy mi van, nem úgy, mint ebben, ahol meg, meg tudod nézni, hogy melyik a legmagasabb rangú, és aztán azt a hívod életre, amelyik, amelyiket szeretnéd, illetve amilyen típusú befektetést szeretnél mögé tenni. Vagy így vannak az ártak, ami, ami hát egy elég nagy macska. De van, aki ezt szereti benne, ki tudja, hogy mi van benne, lehet, hogy sokkal jobb, mint az összes többi. Tehát még lehet venni, bár a legtöbb az kettes hont, mivel az egyesekből azok, azok azért elég komoly áron mennek el. Nekem is most a teljes csomag, ilyen elég meglepő összeget ér. Aztán Na, meglátjuk úgy, hogy ez 28-ától 31-ig, tehát három dátum, amire emlékszel. Algorand és Metablops 14-e. Egyébként van még egy 14-e, hogyha már itt tartunk. Méghozzá a Bumperfy, ami ugye a Crypto Mode, amiről beszéltünk, ez a kvázi biztosítási platform, nevezzük így csúnyán. És most jelenleg azt csinálja, hogy bezárták a az előjelentkezéseket és hogyha minden igaz 14-én indul meg újra az, a liquidity pool farming illetve a, most lesz a pre -sale. tehát aki már korábban bekapcsolódott, az egy jóval jobb áron kaphatta meg ezeket a tokeneket. Én azt hiszem, hogy valamilyen 200 dollár körül a, tettem be, mivel, mivel a befizetett összeg, befizetett USDC-nek a 20%-áért lehetett tokeneket kvázi előrendelni, és abból lett ez a 426, ami most ilyen kicsit több mint dupláját éri, plusz még ami lecsöpögött a a stakingből, és kíváncsian várom, hogy, hogy hogy indul meg, mivel az utolsó néhány napban gyakorlatilag a negyedével nőtt meg a befizetések összege, ami azt jelenti, hogy addig nagyjából ilyen 20 millió dollárnyi befizetés volt, és az utolsó egy-két napban még 5 milliót beletoltak, ami Szintén bizakodásra adok de ahogy szokott lenni, valószínű, hogy kijön, és a prisszél után valószínűleg le is fog esni az ára, de majd figyelemmel követjük. És hogy nem maradjunk magyar vonatkozás nélkül, Next Earth, akiket bemutattam egy hosszabb videóban, és amit említettem is, hogy lesz token, vagy nem lesz token, de lesz token, e volt róla egy megbeszélésük, és most egy-két érdekességet kiemelnék ebből. Nagyon hamarosan uh, lesz az ido és azok vehetnek ilyen tokent, akik már rendelkeznek földterülettel. Oké? Okay? Tehát, hogyha akarsz, tényleg nagyon olcsón lehet venni. BNB kell, hogy legyen a tárcádban, és ilyen néhány dollárért lehet venni földterületet, már értékelhető méretűeket is valamint staking is lesz tehát, hogyha kedvet kaptál hozzá vagy látsz benne jövőt akármi, akkor a linket uh, megtalálod az oldalra a videó alatt, plusz egy 5%-os kedvezménykódot is valamint egy Discord meghívót hogyha valami kérdésed van, a legegyszerűbb, hogyha hozzájuk mész, van magyar csoport értelemszerűen, tehát érdemes ott kérdezősködni de a mi Discord csoportunkon is nagyon szívesen látunk, úgyhogy, úgyhogy jöhetsz oda is. Ennyi fért már ebbe a kriptohírekbe, igazából elég sok minden most, hogy belegondolok. Remélem, hogy sikerült újdonságokat és érdekes dolgokat mutatnom. Találkozunk hamarosan a következő videóban. Addig is. Ciao.